Köszöntünk itt újra mindenkit, visszatértünk a Poxtag a folytatásával, most már a harmadik streamben. És akkor folytatjuk az álomvilággal, amit elkezdtünk. Ó, nézd, milyen aranyosak! Ott a macika, hogy pattognak. Igen, új, ezt itt nem vetted észre, hogy még mindig nem szereztük meg a csontot. Tudom, és képzeld el, hogy a csoportomban még posztolták is, hogy hol hagytuk ott ezt a csontot. És akkor, hogy ott hagytuk ott a csontot, amikor pont mondtad, hogy hát lehet éppen pont most megyünk el egy csont mellett. És ott volt a háttérben Bence, ott hagytad a diát, ami itt a csont. Majd összeszedjük streameken kívül, természetesen összeszedjük, mint múltkor. De tényleg, én összeszedem nélküled is, tehát hogy engem hidd el, hogy nem izgat ez a része. Na kezdjük akkor a következő szinten. Hát kíváncsiak, mit hoz. Egyébként ebben a streamben elvég eljutunk majd a legvégére ennek a fejezetnek, szóval itt is lesz most egy boss. Aztán lehet, hogy még bele tudunk kezdeni az utolsó fejezetbe is a játék, vagy szórakozás. Igen, a játék. Hát kutyáknál a szórakozás és a játék az nagyjából egy és ugyanaz. Hú, itt végig kell szerintem kukacoskodnunk. Szerintem ez csak ilyen megmutatja, hogy majd ezekkel később lehet majd kezdeni valamit. Nézzük meg tovább, hát ha van valami. Biztos? Aha. Jó. Szerintem meg... Nem ezzel lehetne feloltani itt a lámpákat? Nem lehet, hogy ebből mondjuk energiát kapnánk, vagy ilyesmi? Majd meglátjuk. Majd elhagyom maximum egy csontot. Nézd, mit csinál? Várja. Meg akar ölni? Jézusom! Hova visz? Nem tudom! Ilyen agresszív dolgot én még nem láttam. Ágybarak! Egész játék alatt nem láttam én még ilyet, hogy... Ó, és csak akkor lehet átmenni, hogyha... Hogyha elaltatjuk? Vagy hogyha... Ha rávilágít a fényel. Először kapcsoljuk ezt itt fel. Ó, nem kellett, hogy ő rávilágítson, igen. Nem, ez egy őr, aki folyamatosan figyel minket. Ez az, mondom, hogy ezt ki kell majd cselezni, de azt hittem, hogy most megfog és ledob és megöl. Hát ez hír... azért az, annyira azért nem brutális a játék. Hát azért viszont nem tudom. Viszont én tudom, hogy le kell húzni ezt a... Ja igen, cipzár. Tényleg a cipzár. Jó. Na, megvan. Ez amúgy mennyire menő volt. Ez sziasztok közben. Azt hittem meg akar ölni. Simán lehet, hogy megölt volna, nem? Á, nem hiszem azért. Nem egy annyira brutális játék, viszont itt szerintem van valami elrejtve, Bence. Én azért megnézném. Semmi tudod, nincs hogy mennyire rá vagyok állva ezekre a dolgokra. Ó, nézd csak. Tényleg ott van. Tényleg ott van. Várj, ezt először húzunk, nem ezt a... Jó, nem. Engedd el azt a hülyeséget, és akkor tudsz jönni. Jaj! Ne zárjuk ide magunkat. Na, itt vagyunk. Van egy kis szoba. De a délután. Itt mi van? Festői táj. Wow, mennyire király. Ó, akkor gondolom erről is lesz egy festményünk majd ott a főmenübe. Megszereztünk még egy képet. Ez is egy collectible, amit viszont nem nagyon jelez, vagy mutat sehol, de ugyanakkor láttuk már, hogy meg lehet ezeket találni. Igen, Sunit öleljük meg. Suninek kávéket. Nézd, kakaóra van szüksége. Ja, kaka. Vagy teára, vagy kávéra, valamire, igen. Vagy egy bökre szarra. Na, akkor ezt odaadjuk neki. Az a szép! Csoda, az hogy nem borult ki. Várják, segítek, csak hogy ne tűnjön fel. Tessék itt a párolt ürüléked. Mit szólsz hozzá? Örül neki! Jégertő! Egy korty és már minden jó lesz, könnyen fog menni az alvás. Megkapta a kis pálinkáját. Hát azért... Ma van karácsony, mindenki írja szerintem még odébb van, de akkor legyen boldog nőnapot is. Amúgy igen, tényleg ez valahogy nagyon van. Elkezdték írni a boldog karácsonyt. Amit még én sem nagyon értek, lehetséges, hogy a posztom miatt, amit kiraktam ma Instagramra, de azért talán még nem tartunk ott. Na, amúgy egy hete kapjuk már, hogy boldog karácsony, szóval én is úgy érzem, hogy le vagyok maradva. Boldog karácsony mindenkinek, ha a karácsonykor nézzetek, akkor is, ha nem, akkor is. Meg boldog új évet, meg születésnapot, boldog húsvétot. Most ezeken hogy jussunk át ezen, hogy... Ne vegyen észre. Ja, ott van egy kis takarás. Oh. Hol? Itt. Uh-huh. Ja. Aha. Ezeket miért van egy felsőtűn? És ezzel fel tudunk menni, mennyire király! Boom. Ezeket ki lehet lövöldözni. Nagyon karakteresek ezek a szintek. Lehet vele valamit találni, nézd? Be lehet tölteni az ágyúba? Hát, ez már később lesz jó, vagy csak tudod megint ilyen kis dekorációs töltelék dolog. Aha, lehetséges. Mindig máskor streamelek-e. Általában fix időpontban szoktunk, viszont ez a hónap nekünk ilyen nagyon káosz. Ó, oh, Bence! Oda kell belőni az ágyút, nézd! Be lehet forgatni szerinted? Hát meg kéne próbálni, szerintem mert fentről... lehet vele interaktúrni, nézd, ott van az a fénygolyó ott fent, azt kéne lehozni oda. Most nem mondom, hogy mit hallottam. Miért, mit hallottál? Fénygolyót. Fénygolyó. Ott van, ezt le kell ide hozni.
Bedobni ide. A bolygó golyó. Oké. Okay. Semmire nem kell nem ez lehet... a lyuk. De valamit csinál! Tuti, lehet itt lesz a kék manó. Lehet ezzel feloldottunk itt egy utat. Nem? Nem. Nem hiszel benne. Jó. Megkongattuk, megyünk tovább. Hello! Itt a dino. Jó, akkor viszunk a fingolyót. Azt majd úgyis lenyeli útközben. Nagyon jól néz ki. Csak miért lóg át a feje? Egyre trippibb egyébként így, hogy egy fordítva. Tudjátok mi jut eszembe erről? Egy nagyon régi játék, a Hamster Ball. Na ott voltak ennyire káosz szintek a végén, mert... Hát de gondolom ez is az álom szint miatt van. Igen. Köszönöm Lilian a csillagot. Nagyon durva. Oké, okay, és akkor megnyúlok odáig, na gyere jöhetsz. Igen, és akkor itt menjünk le? Aha. Vagy fel? Hát itt amerre mutatja ez a kis nyíl itt. Vagy mi. Ó, itt megint lesz egy ilyen őrző. Nem fogunk tudni átjutni, Andi. Hát nem. Valahogy biztos át. Hát majd hozzunk ide egy golyót, és akkor azzal majd át lehet jutni talán. Jó, nézzük meg. Hát remélem minden király a gépen, mert én nem tapasztaltam, hogy bármi probléma lenne. Nem tudom, hogy most az kod volt, vagy esetleg valami teljesen más, ami probléma volt. Ez nem akar felkelni, viszont nem tudjuk ezzel felkelteni más? Jó. Szerintem, hogy ezeket fogja elvinni a helyettünk. És szerinted át tudjuk vele verni? Aha. Dobd le őket. Ott. Leraktam. Oké, most pedig menjünk át, ameddig a piros fény rájuk fókuszál, hogy... Visszük őket már is aludni, gyorsan. Na, mely van erre? Ó, hát erre tovább kell majd jutni. Hát nekünk erre még nincsen meg a fénygolyónk, hogy itt tovább tudjunk jutni. Ott van a fénygolyó fent abban a lámpában, nem? Ne vigyél el! Bence! Ja, hogy ez is rájuk világít. Hagyjál már! És visszahozott megint, aludja! Este 8 után nincs ez, ami túlzás. Hát ilyet. Nem volt itt fent. Igen, én is azt hiszem, hogy nem volt itt valami fent, amit elhagytunk. De itt le lehet esni. Igen, én azt mondtam, hogy itt erre is lehet jönni. Ó, jaj. Most megyünk. Ott a csont. Az őrző madár. Meg ez pixáros őrző madár. Na, wow, Andy, no, wow! Jó helyre tett. Ezt így akartuk. Ez podcast volt, így gyorsabban. Vissza lehet ide jönni. Na. Szia, kifek a szélcsillagokat. Na, mi van? Hozz te is egyet, és akkor valahogy kitaláljuk, hogy hogyan. Fel kéne ébreszteni a dínót. Tehát az egyiket elviszi, mondjuk azt te ledobod, és a másikra még felébresztjük a dínót. Én dobtam el. Jó, oké. Ezért elmegy, mi még ezzel gyorsan felébresztjük a dinót is. Ja, hogy ezért van itt ez az akadálypálya, hogy itt nehéz átjutni. Erre? Menjél, Bence! Oké. Kelj fel! Hát ez hülye őrlámpa. Ami nagyon durva, hogy az meg akar minket ölni minden egyes alkalommal. Ott hagytuk a torkába egy üvöltöző csilingelő órát. Gondolj bele, hogyha felerősíti a hangokat, milyen jó lesz. Na mi van, ez most nem mozog? De ezt úgy el kell hozni valahova, mert itt nem tudunk sehova sem menni. Igen. Szerintem direkt el kell csalni, nem? Na jó, ott csaljuk akkor egy picit arrébb. Jaj, siess Bence, siess! Hova siessek? Megöl! Átvisz minket! No, vége a játékunknak, ennyi volt, kész, ott halál! Na csak ágyjavít. Bocsánat! Ott a csont! Pedig azt hittem meg leszünk halva. Mindjárt felmenjünk itt. Andi, nézd csak, itt kell felmenni, ezen itt nézd, felugrassz erre. Tudottam, hogy egy ágyú, amit szeretnék kilőni! De majd visszamegyünk oda! Nem biztos. Másik már ugrat, hogy Andi, erre fogunk visszajönni. Köszönöm. Nézd, itt végig lengünk a falon és átmegyünk a csonthoz. Látom, igen, és majd azzal azt a feketei falat, tudom. Na, meg ezt is hozhatjuk. Bence, ott van még egy ágyú, amit szerintem szeretnék kilőni! De mi ez, egy kapukacsi mentett, vagy most mi? Nem tudom, lehet.
De miért akarod mindent meg kell próbálni, ami interaktálható. Hát ha, hát a kapok érte achievementet. Nem bírom ezeket a hülye ágyúidat amúgy. Na, ez nem jött össze. Gondolom át kéne valahogy ugratni elsőnek. Aha, de akkor fogjad, jó? Na, oda megnyúlok, oda leteszem. Aha. Ez hova teszi? Vagy ez mit csinál, ha én ezt most... Szerintem nekem ott szerintem fönt kellett volna maradnom. Őket. Nézd, vagy nem tudom, ja, nem. De hát kell ó, nekünk, tudom, mit kell csinálni. Bele kellene kapaszkodni. Ja, hogy a csonthozni, mit kell eljutni. Vagy a feketén át menni. Tudod mit, folytassuk a kapaszkodást ott fent, és aztán majd át emeljük. Jó. Na, hogyan legyen? Várjál, megpróbálok megnyúlni. Jaj! De mit csinálsz? Még szoknom kell. Még nem jó. Köszönöm Tamás, Kriszti közben a csillagokat. Jó. Oké. És akkor most fogjam meg a gombot? Nem. Vagy hát így is jó, dobd át rajta. Várjál. Ajaj. Jó lesz az. Jó lesz. Jó lesz. Jó lesz. Csak nyúljak meg. Nyúljon meg a nyakad. Jó, megvan. Megvan. Erős. Gyere Bence. Kukacoskodjál át. Erős. Addi, miért dobtad el? Hát... Vagy lehet, hogy majd a csonthoz később jutunk vissza? Jó, mindegy, akkor menjünk vissza a csonthoz. Azt hiszem, át tudunk lógni a csonthoz is innen. Szerintem a csonthoz nézd, ott van egy ilyen híd. Jó. Elfogadom. Remélhetőleg ott fogunk eljutni. Hát ezt el kell itt dobni. Nem férünk aha. Át, még ilyet. Bocsánat. Na, ezek kicsodák. Ezek őrök, hogyha jól láttam, de úgy tudta, hogy valahol itt lesz a kék kis manó elbújtatva. Szerintem ők is meg akarnak minket ölni, durván megkínozni. De be lehet jönni, Bence. Csak meg akar ölni minket ő is. Menekülj! Mi akarna mindenki megölni minket? Le akar minket csapni. Ez egy rémálom. Rémálom föld. Oda nem tudom, hol? Vagy ugorjunk fel itt, vagy nem tudom, ott is van valami, nézd. Hol megy? Ott a kis manó, ott a kis manó a sarokban. Az nem egy süni? Itt a manóban? Ja, de, az istenit, ez egy hülyes süni viszont. Több hittem... ilyen parkőrész kellene? Aha. Na, akkor itt most felugrunk ezen, és megszerezzük a csontot. Passzus! Ennyit a nagy tervről, Andi. De itt le tudsz menni, nem? Én? Hát valahogy itt hagytuk el az izént. Hűha. Ezt hogy kellene megcsinálni? Itt föl lehet jönni, Bence. Biztos akarod te ezt a csodot megszerezni? Szerintem innen kéne átlengeni. Minden csodot megszerezni, igen. Én csak ezt ide leteszem egyelőre. Igen. Mondjuk így. És próbálj megint az átlengést. Bence, gurul le a gömb, legurul! Mi tényleg, hogyha legurul, akkor mi van? Nem tudom. Le fog gurulni, Andi! Miért megyünk a másik irányba? Ne! Megy... Ne! Már nagyon a felét! Oké. Na, igen? Ide így. Oké. Mi a terv? Az, hogy átlengünk a csontig. Értem. Jó. Szia, Pati! Úgy, te 5 éve csendes néző. Hát köszönöm szépen. Mindenkinek örülünk. És most megtörte a csendet. És most megtörte a csendet ezzel a megszólással, mint a Brian életében, amikor... Ajj! Fogadalmat tett a csávó, hogy nem szólal meg. Na jó, én is kezdem a nyaknyújtást. Nem jó? Hajrá, Bence! Én bízok benned. Ugye, hogy nem olyan egyszerű? Jó ütembe kell, és akkor rögtön megy. Hogy? Oké, és akkor... Ne! Jaj! Hát én megőrülök! Hát én most meg... Andi, te récskémet akarsz nekem csinálni? Miért engedted el? Jó, régen játszottunk ezzel a játékkal, most tartsd, igen? Mint az állat. Nézd, így akartam megszerezni. Igen, ezt akartam ennyi? Már az első pillanattól kezdve. Ennyi, most tudtam meg a haj fölülvolott a főnyereményét. Mehetünk tovább. Tessék! Erős! Erős lány, amúgy pedig... erős Pista. Amúgy pedig ezért akar... Mégsem így kellett volna megcsinálni, úristen, csak megint máshogy csináltuk meg. Ott kellett volna hajnak golyót, és felmenni az előbb elkészített módon, és akkor ott már nyitva lett volna a fal. Jézusom, mit tettünk? Mindegy, összeszedtük mi a sajátos módszereinkkel. Wow, ez micsoda, egy nagy sárkány. Ilyen papír sárkány. Na, ez úgy látszik, elvitte őket a vérbe. Áll a égnek.
Mehetünk tovább. Megölte őket, kész. Szegények. Na, mi lesz? Mondta nekem nagyon gyanús, hogy meg kellett volna találnunk a kék vonót. Ha valaki igen. Esetleg látta, hol volt. Szerintem is. Ne tartsa magába. Ne tarts senki sem. Szerintem tényleg elhagytuk a kék manót. De ez akkor engem nagyon idegesít, Bence, hogyha elhagytuk a kék manót. Hát itt minden van. Óra, dino, ágy, azaz őrmadár, aki meg akar minket ölni. Az álom. Álmodik ez a Shrek. Éhes Shrek híddal álmodik. Micsoda szép mondás. Na melyikkel kezdjük? Nem tudom mit kéne csinálni. El kéne juttatni gondolom ezt az órát oda a fenti pontra, nem? Nem azt tudatta? Letem sincs, mindegy vigyük. Jó, hogyha ide elhelyezzük. Az a baj, hogy mert, hogyha felkeltjük. Ja, most át tudnánk vinni a túloldalról. Menjünk át a hídon. De nem tudunk a hídon, de. Az kellene a fénylámpa. De tudunk! Épp az az, hogy akkor van aktiválva a híd, amikor álmodik. Ezen a hídon itt. Ez most aktiválva? Jaj, ez most aktiválva van, jó. Most ha átemeljük ezt a... Ott a sárkány elment a háttérben. Ó, nézd, ez egy másik fajta gömb. Ami ott fönt van. Vagy ez egy dekoráció? Ez egy lámpa szerintem, de miért emeljük ezt ide neki? Hát, hogy elvigye, nem? Vagy nem kell, elvigye? Nem van. Ez de megindult, meg akar minket ölni! Na, nálad van, Bence! Várj, ezzel tudjuk kizé kerget, ne? Felvisz minket tényleg ide. Ja, hát akkor ez kellett. Hát mondtam én. Jó. Dána, azt hiszem ez egy nehezebb puzzle, sokkal több tényezősnek tűnt. Ezek a parkör rész, meg azon átjutni ezen a kis falon, az a legnehezebb. Igen, neked ez a legidegesítőbb része, ugye ez, amúgy itt nem lehet felmenni? Nézd itt ki. Itt ja, gyere, menjünk, ugorjunk ki a pályáról, ez az! Nem, én azt hittem, hogy ott nézd, mert hogy arra elment. Ez a várfa, hogy esetleg azon végig lehet menni. Hát, ja. Hol a manó? Bence? Elhagytuk, Andi, mondj le a manódra. De nem, biztos. Lehet még itt van. Lehet még van valahol, szerintetek? Van még valahol manó? Nem hiszem. Hát nagyon remélem. Köszönöm szépen, Kriszti. Köszönöm neked is azokat a csillagokat. Ez most mi? Most kijutottunk, vagy ez... Ez még? Nem, ez még folytatódik a pálya, ez még nem a menü. Ja, jó. Szerintem. De... Elhagytuk a manót! Ennyi! A manó elmaradt! Bence, ezt nem bírom. Hát... Ez van, elvitték a manónkat. Hát de ez most szomorúvá tesz, Bence. A manóm. A drága manóm. Itt csont nincs meg ott, manó nincs meg. Nem lehet ezt így játszani. Ez tényleg az első pályán volt. Mi? A manó. Milyen első? Tényleg hát, ott gondolom, volt? Ennek az első részén. Nem már. Ez ilyen. És megnézzük, milyen új sapkákat oldottunk fel? Aj, nézzük meg a hülye sapkákat, és úgy van. De most miért? Hát mi másért gyűjtenéd a csontokat, hogyha nem a sapkákért? Nem is akarom gyűjteni a csontokat. Ott egy, hát de olyan menők. Ott egy alvó sapka. Valaki ez egyébként az életben hordott már ilyen alvó sapkát? Mire jó amúgy az alvó sapka? Valóságban vagy a játékon belül? Hát a valóságban. Mert én sem tudom, tehát hogy ez mi... Én is kérek... Mire te is? Ez mi a tökömre jó az alvó sapka tényleg amúgy? Hát, hogy szépen egybe tartsa fixer a hajadat. Nem tudom. Mondja, ebben mondjuk ebben voltam, van valami. Voltam, hogy egy ilyen kutyatálas. De vagy szaggat. Nem tudom, van, lehet valaki vizes hajjal fekszik le aludni. Nem tudom, mire jó az alvó sapka? Hát, hogy jól néz, ez ember dizájnosan nézzen ki. Ilyet? Alvásra való. Köszönjük szépen. Várjátok. Nem a show-nak tűnik. Nem tudom, olyan kevés FPS-em van, de nem tudom mi miatt. Na jó. Melyik irányba menjünk? Hát ez a játék, ez megpörgeti a gépet, na. Na most jónak tűnik. Ez kemény. Na hova? Errefelé volt, igen, valami. A halak mellett. Szerintem itt még fönt nem jártunk. És nézd, itt is van egy...
Ilyen dinoszaurusz. Sleepy sneak. Itt is lesz manó, amit nem találunk majd meg. Haha. Bence, ne már! Szeretném az összes manót összegyűjteni. Azért biztos, hogy jár a achievement, hogy mindent összegyűjtsünk. Úgyhogy, ha akarod, ha nem, miután befejeztük a játékot, ezeket mind-mind össze kell, hogy gyűjtsük. Szóval, hogyha nincs bánád, akkor jó az alvós sapka is. De hogy történt olyan szituáció, hogy... Micsoda? Hát de az nem támasztja ki a nyakat. Hát, de úgy látszik valamennyire igen. Csak én azt nem értem, hogy kinek van előbb egy ágyhoz háló sapkája, mint párnája. Mert hogyha az emberek párnája nincs, akkor szerintem sapkája sincs, nem? Tehát, hogy... Hát lehet, hogyha nem tudom, elmész táborozni. Na, itt van ez a őrmadár, meg a király. Király golyója. Ez a király fényes golyója. A király fényes golyója. Jó. Meg az őrök. Na. Bezzeg most nem akart megmenteni minket. Itt le is kellett jönnünk. Új. De menjünk le teljesen. A király fényes golyójához akkor el kell jussunk. De mi ez a sok pollen, amit kijön alattunk? Hát por. Andi, erre itt nincs. Kimenjünk a képernyőből. Hát de lehet ott a csont. Nézd. Ott. Igen, ott előttünk. Én úgy voltam vele, hát, ha itt is lesz egy csont. Na. Ó, de hogy fogunk feljutni? Várjál, itt valahogy fel kellene parkörözni? Végig menjünk az oszlopon. De jó lesz. Miért? Easy. Jaj. Végig csúszunk. Uá. Ott volt a manó, hát bízok a könyv benne, alatt. Mármint most a manó? Vagy még az előző szinten a manó? Ott volt a dia, ez tényleg olyan, mint az ott volt a dia. De hol volt a manó? A könyv alatt. Itt van könyv. Nem hiszem, még az előző szintre írták. Ja. Vagy hát nem láttam. Hát akkor majd azt majd megkeressük. De most akkor valahogy, hogyha kiabálnak. Ja nem, a kibabának. Kisbabák fejét védje meg. Kibaba? Bocsánat. Isten, már te is ki az olló azt a részét, te. Én próbálom. Nem jó, Bence? El kell vágnunk a pókhálót. Úgy van. Most húzd össze. Tiszta Minecraft, látod? Ott is az olló kell hozzá. Hát, nagyon. De nyissuk már kifele, hát ilyet. Hát ennél jobban hogy nyissam ki, Bence? Na, akkor meg. Hát az kisincs nyitva. Most van kinyitva. Nekem teljesen nyitva volt. Megint akkor te bugosan látod? Na jól van, mehetünk tovább. Neked mi? Neked most jónak mutatja? Igen. Oké. Okay. Mehetünk befele. Jó, nekem nagyon bugos akkor. El vagy már a bugos? Mi a tököm? Becsukted az ajtót? De Bence, nekem itt minden tiszta pókháló. Hát nekem nem. És nem is tud, nekem... Tényleg megakadtál valamiben. Tényleg valami... Igen. És visszadob? Mi az, hogy visszadob? Nekem itt ez nem jó. Akkor is bemegyek. De... Jó, akkor hagyom, húzz át. Majd áthúz, figyelj a madár, figyelj, most így betriggereltem. Nekem ez még nincs elvágva, jó, akkor... gyere, itt még van három izé. Na most! Jó. Most jó, nekem okay. is. Oké, okay. oké. Érdekes, én már át tudtam menni, de jó. Srácok! Ugye, hogy eddig ez nem volt jó? Érdekes, érdekes, mit nem mondjak, nagyon érdekes. Te vagy az érdekes. Mit van az őr? Kicsit bugos, igen. Ezt meg akar minket ölni, nagyon óvatosan. Nem vett minket? Ja nem, mert eltakarnak az izék, a gombolyagok. Gyere, gyere, siessünk, siessünk, siessünk. Okay. Lesz majd még egy. Meg szerintem... Ott a manó! Ez járkál. Ott Bence, oda be kell menni, oda be kell. Itt a manó. Ez egy csont. De mindegy, collectible. Na. Na nézzük meg, akart simogatni, és majdnem elmentünk. Ismerjük el Breaking Bad-et, és hogyha igen, mi a véleményünk a sorozatról. Hát nem, nem köszönöm, nagyon néztünk. Dávid. Én nem láttam sajnos. Ne jön! Ne! Megöl, kész, ennyi volt. Vége. De ez. Csak visszarak ide. Uha. Jó. Nem vesz észre. Ne aggódj. Szia, Erik. Szia, Erik. Andi. Bocsánat. Beakadtam ide valamibe. Hát beakadtál.
Jön már, jön a madár. Madár? Ide. Tudti erre, Bence? Nekem most ott megint úgy tűnik, hogy el fogunk hagyni egy csomó mindent. Jaj. Tudti, hogy ott volt a Manu. Például. A sarokban. Bárcsak ne lennének ilyen hülye kollektívölök ebben a játékban. Hát de úgy ez igazán izgalmas. Majd visszamegyünk itt, nézd. Madár? Hihetetlen, nézd meg. Na, én az arany király fényes golyójához szeretnék eljutni. Szerintem ennek nincs akadálya, Bence. Ajaj. Jaj, ott vigyázz, ott egy fény. Egy csont? Nem, egy kulcs. Mész a... Oh. Kulcs? A kulcs? Jó, de most no, bocsánat! Akkor viszont már bele? Ő is, akkor már ő is vegyen észre. Úristen, mi történt most itt? Most minket visszavinni. Szerintem kidob a pályáról. Á, ide. Menjünk gyorsan, mert nem ér vissza. Lentről kellene azt a kulcsot megszereznünk? Az a baj, így is világítanak arra az ajtóra, szóval... Bence, először el kell vágni ott azt a hülyeséget, tényleg. Na hát, Andi. Utána le fog esni a kulcs, és úgy tudjuk onnan kihozni. De nagyon megnyúlt a testünk. Lesz ezután valamilyen stream. Elvileg Zsömikével... tolunk valamit, azt még nem beszéltük meg, hogy mit pontosan. De igen, tervezzünk, igen. Uha. Ez most vissza kéne ezt húzni, mert nekem itt még a bal oldali nincs elvágva. A tiédet, a te izédet kéne. Nem bírom kinyitni. Hát szerintem hátrébb kellene hoznunk most. Bágosan működik ez az olló. Igen, amúgy ez az olló, ez kicsit bugzik. Az Isten. Úgy erre kéne befordítani, és előre tolni. Hát nem tudom, nekem ez most nem csinál semmit. Na most? Ajaj. Most? Jaj, nem tudod tolni így mi. Mi van akkor, hogyha most észrevesz minket az a madár? Szerintem itt nem tud észrevenni. Valahogy vissza kéne oda mennem. Föl hozzád. Én biztos bele tudsz innen lógni a fényébe. Ezt akarod tesztelni? Igen. Nem tudok ide visszajönni. Akkor ugorjunk le. De csak arrébb kellene most tolni, most jó irányba van fordítva az olló. Hát nem tudom neked hogy van. Nekem biztos nem úgy. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Miért gyilkos az a madár? Hát mert egyetlen élet célja az, hogy megöljön minket. De előtte jól megkínozzon. Igazi gonosz. Csúfa rút. Na most látod, ott leesett az a gombolyag. És szerintem itt ezt is el kellene vágnunk. Igen. Vagy ez nem ér el odáig ez az olló? Na, most. De jól elért. Van, jó, végre valami jó. Most leesett. A csont. Ha, az egy... Ah! Kucs. Ne, észrevett, Andi. Bence, a kulcsot azért hozzuk el. Hozom. Nem, ilyenkor nem. Elengedi, ilyenkor elengedi. Amúgy a kulcsot az ajtóhoz kell. Ó, megöltük a... Mi öltük meg a madarakat, látod? Hogy érted, hogy megöltük? Emlékszel, amikor figyelték az ajtót? Két oldalra? Rádobtunk két ilyen hatalmas nagy... De Andi, te már megint oda mész. Gyere, kinyitjuk! Gyere! Nem. De amúgy azok most folyamatos... Ja, az izét nézik, és azért látta a gombolyagot. Ja, mégsem öltük. Azok ilyenek még, Bence. Ja, tényleg, csak eléjük bedobtuk. Én meg azt hittem, hogy rádobtuk a madarak fejére, és meghaltak a gombolyagok miatt. Nem. Szeretnék egy kis brutalitást ebbe a játékba, és nem kapom meg, lehet ez a probléma. Andi, megint észre fogom. Nem menj bele a fénybe! A fejed kilóg! Jézusom! Kezdődik! Ha most megint túlmész, ha most megint... Ha! Már! Gyorsan tugd be! Ez az. Még el kell fordítanunk a kulcsot, Bence. Oh! Menjünk be! Észrevett pedig ez a hülye madár. Na te már rá cuppantál. Kiugrunk az és már cuppan rá az ágyúra. Itt? Semmi nincs itt. De... Ott fölfele még lehetett volna menni, nem? És itt? Hát itt be kell ütni az ajtóval magunkat. Ja? Ó. Oh. Oké, ez tényleg eléggé trippi. Mit csinálsz a vödrében? Maci! Meg akar ölni minket, vigyázz! De miért akarna minden megölni, Bence? Egyébként is a te fejed állandóan alszik.
magatokat nem tudjuk elvágni? Ezt azért ki kéne próbálni. Meg kell hajtani ezt valamit. És akkor ugráljunk rajta? Varrógépet. Nagyanyám mindig ezt nyomkodta. Csináljuk a hatalmas nagy szövetlabdát. Gombolyag. Gombolyagot. Na és ott a gombolyag. Kezdjünk a gombolyaggal. A varrás az is ilyen állam dolgokhoz kapcsolódik, vagy ez mi? Hogy kerül ez ide ez a varrás? Hát elámosít, gondolom. Nem tudom. Ott a golyóbis. Golyóbis! Nem tudom befényesíteni, pedig fel szeretném kapcsolni, de... Az előbb sikerült. Hát ott ez arra kellene rámenni. Na jó, túl hamar engedtem el, ne haragudj. Köszönöm szépen Niki, meg Áron, közben nektek is a csillagokat. Kedves tűletek. Minden ránk válaszol. Úgy van. Hát olyat írtál, Lia, amire tudok válaszolni, akkor fogok természetesen. Nincs fekete pont, ma jó kedvünkben vagyunk. A késtetek csak egy egyest! Egy beírást kaptak. Nem csak fekete pontot. Nem csak fekete pontot. De csak azért, mert jó napunk van, tudjátok a tanároknak, amikor jó napjuk van, akkor szoktok kifejezetten gonosz dolgokat csinálni. Várjuk el ezt a bármit is. Ja, ez a pollózás, ez nekünk nagyon jól megy. Légy szíves, vágjuk el. Jaj, nem nyúlok meg. Jó, várjál. Nem megy. Oké, valahogy elvágtuk, nem tudom hogy. Pedig ez nagyon jól megy, azt mondtad. Igen. Ne kapaszkodj, megint addig bekapom ezt a golyót. Csak nagyon gurulunk vele, az a baj. De nem ezt akarom fogdosni, hanem az arany királyfinek a fényes golyóját. De az arany királyfi... Hova viszed? Hát le ide, nem? Látszál, hát ott még egy csomó mindent lehetett. Ott egy kis golyó. Igen, azt majd a, meg kell kongatni vele a harangot, de először vigyük ide ennek a macinak. Nem akar bárki... Ja, hogy neki kellett ez? Nem. De meg is simogat érted cserébe. Hát, nagyon jó. De most mi lesz? Mit csinálják ezzel a golyóval? Hozzuk, be kell fonni, szűni ebbe a fonógépbe. Hát ezzel készítettük. Hova fonjuk, nem, még nem szűjjük lehet... még be? Nem tudom, hogy ez hogy működik. Mágia. De hát te... Valóban biztos kell ez a gombolyag, Bence. Igen. Menjünk vissza. Föl. Jó, akkor vigyük fel. Itt errefele, nem? Aha! Szóval ide kellett a gombolyag. Hova? Hát ide. Itt fel. Na, mégse ide. A póknak! A nagy póknak, aki ezt ide szűtte. Milyen nagy pók? Te látta egy nagy pókot? Biztos, hogy itt lesz egy nagy pók. Ott van fönt a nagy pók! Úristen, és tényleg. Azt figyeld! A nényének! Akkor, a pók nényének! Akkor miért mész le? Hát mert azt hittem, hogy leesett a gombolyagunk. Most nincs nálunk. Nem, itt van a gombolyag, tessék pók. Pók néni. De hol kell tenni? Nem szeretnék illúzió romboló lenni, de nincs nálad semmi. Mi? Itt van nálam a golyóm. És még hogy Bence nem veszi a félreérthetően, hát oké. De... Köszi a csillagokat. De miért ilyen vágos ez a játék? Hát itt van nálam a golyó. Nálam van most a golyó. A nényének. Jó, akkor mennyi most... póknak odaadjuk. Tessék. De... Mondom én. Most... What? Nekem tök máshová elment a kép, rázumolt arra a golyóra, amit ott hagytunk lent, és egyszer csak... Mi ez az aranyruha, amit sző belőle? Hát aranycsontot szőtt nekünk. Ez olyan, mint... Tudod, vannak pókok a valóságban is, akiket ki kell lengesztelni párzás előtt egy ilyen golyóval, és ameddig eltereli a híma figyelmét a szövet golyóval, addig meg tudja termékenyíteni, és nem eszi meg. De ha rosszul csinálja, akkor a nőstény pók megeszi azt a hímpókot. Szóval de most mi... itt egy aranyos kis pók volt, Bence, ne gondolj bele ilyen ja. Brutális dolgokat. Azt hittem, hogy párzás előtt áll, és így, hogy eltereltük a figyelmét, így nem fog minket megenni. Igen, és jó. Na, menjünk tovább. Lesz majd egy 8 lábú kutya kukacunk. Hát ezt erre... És még én ne gondoljak bele ilyeneket. Hát eszembe nem jutott volna ez. Ó, zipline. És tényleg szó szerint zipline. Igen.
Királyfi aranygolyójára vagyok kíváncsi, sok mindent láttam már, de ilyet még nem. Hamarosan odaérünk az aranygolyócskájához, királyfinak. Először ezt a... Szerintem ott volt a póknál a bábú, de láttátok is, vagy csak... Ja, kicseleztük, meg lett. 4/4, az előbb még csak 2/4 volt, nem? Nem. Ugye a nényének a csontja az 2-t ért? Hát... Ez csak shortcut. Úristen! Valami történt, nekem beragadt a fejem. Na jó, zipline. A lényeg, hogy nem bugos. Juhu! Valahol itt lesz a kis, ott a kis izé, nem? Nézd, ott van lent. Ott van lent, tényleg a könyvben. Ott van lent, nem. Jó, ott a golyó, a király, de... Hol van a király golyója? Ott van, de először a kis manó. Itt lent. De nem ugorhatunk ide le, mert figyelnek! Ne! Menjünk be hozzá! Ne! Meg lesz! Ne! Megvan! Megvan! Jó. Erről van szó. Ezt kell itt csinálni. És most megölnek minket. Áthúztak a falon! Áthúztak! Jaj, felébresztették még őt is, bocsánat! Na, ki is tölt? Hogy elvigyék, és először a kulcsot kellene megszereznünk. Mi ott van fönt? Igen. Olyan, mint hogyha valami múzeumi betörésre készülnénk, amúgy ezek a madarak úgy figyelnek minket. Ez az éppen Zoli, a csillagokat. De ez az üzenetet inkább nem merem beolvasni. Igen, megy a agyi leépítés. Köszi Bence a csillagokat. Hagyjuk itt neki ezt. Ott tudunk felvenni. Oké, oké. Elvitte Hálének a zajos cuccot. Cuki kutyás játékban hogy jutottunk el a pókok párzásához? Hát én... Hát a ninnye, a pók ninnye. Én azt hittem, hogy azt akarom. Na, hogy jussunk el a... Itt ne! Okay. Bence, húzd fel magad, jó? Húzd ki magad! Ereszkedjünk le, aha! Megvan! Ott kell ereszkedni ott középen kell ereszkedni. A csontért. El kell rabolnunk, de tényleg nem olyan, mint hogyha valami ízér, valami múzeumban vagy pontba akarnak betörni. Hozzuk a üvegvágót, meg minden ilyen hülyeséget. Az ilyen tipikus dolgokat. Akkor kell... most kellene elhozni a manót, hogy eltereljük az őrök figyelmét. A tökéletes terv. A tökéletes büntény. Mit fogunk csinálni az arany királyfi golyójával? Hát, kifényesítjük. Vagy a vasalni. Elvisznek minket, Bence! Ez nem jó. Nem működött a terv. Kivasaljuk? Hát gyerünk akkor. Erős! Most... Ja, megérkezett! Most ezt miért nem viszik el? Nem tudom. Na itt az aranygolyó! Megérkeztünk, királyfi, jó uram! Na, ne legyél már szomorú, tudod mennyit küzdöttünk érte? Hova visszük szegényt? Miért raboljuk el az arany királyfi golyóját? Itt is van egy... Várjál, egy lehet lesz. Nem szabad elengednünk. Én nem is engedem el ezt a golyót. Visszük, amíg lehet. Na, akkor én elengedem viszont, és akkor én meg megkapaszkodok a zipline-ba. Fogom! Menjünk! Tüdüdü, tüdüdü, dün dün. Tüdüdü. Ezek nagyon figyelnek! Ezt el tudjuk olyan rontani? Elszakadt! Most mind minket akarnak. Észrevették, lebuktunk! Na de hála énekön! Eljön a sárkány és megment minket! A badass sárkány minden szétcseszkol előtt. Ezek a hotnyeles kölykök! Azt a mindenit, erre vártunk, hogy ő majd az összes ilyen madarat. Na jól van. Alakuljon csak az az. De szép istenem ez a játék. Lehet, neki kell a golyó, nem? Ez olyan, mint abba a japán étteremben az aranygolyó. Igen. De várj, itt még volt valami, Andi. Mi? Másik golyó. Ez a királynénye golyója. Horgászni lehet! Horgászni. Itt van egy horgászbot. Hát, de azzal nem tudok interaktálni. Akkor hozd! Hozzam a királynényét, meg te a királyt. Jó, kis golyókat csinálnak majd. Én picike, ilyen ekkora kis golyókákat. Kis ökölömnyi golyókákat fognak majd csinálni. Na, megkongattuk, aztán menjünk le. Mind a két golyót bevisszük a száj. Vegyük mind a kettő golyót be. Befér. Na, ez is meglett.
Jön és már most hozzuk a királygolyóját magunkkal? Nem, jó lenne, de hát elvesztettük örökre. Lehet, hogy hozzuk. Nézd itt a sárkány! Ott volt lent. Hol? Na, meg lett minden, végre egy teljesen pompás szint. Itt fel kell ugrani. Ott őrzi a sárkány a golyót. Hol? Ott lent. Lent? Hol? És szaladsz már egyben az izéhez. Itt nézd, itt van egy lift. Oh, ott egy izé! A manó! Hol tényleg? Asszi, hát ez rohadt aranyos ez a sárkány. Ez az ő kis király golyója volt, vagy mi? Vagy ő a király és ez itt a golyója, vagy mi? Na, a kis pogyót szedjük össze. Ne! Hú, ez nem lesz egyszerű. Várjál. De itt is össze lehet szedni ilyeneket? Igen, a ez másik egy... pályán is összeszedtük. Ez egy csontnak számított, hello. Ez nem csontnak számított? Hát, nem tudom, ez ilyen csontos. TikTok Towers. Doktor Ondos csontos. Na, megyünk tovább. Milyen aranyos a játék? Ha már kolyó! Akkor legyen egy kis... Akkor pista legyen is. Kókusz kolyó! Amúgy viccen kívül, Bence. Ha tudtam volna, hogy majd ebből a játékból streamelünk, láttam a boltban erős pistás szaloncukrot. Akartam volna neked hozni. Egy halál, egy erős pista, szaloncukor. Csönként kihívás. Challenge. Jaj, de rossz. Annyira rossz, nem hogy... tudom, hogy milyen íze lehet, de... De szerintem te élted volna. Ez zenélni fog? Nem, az órát húzzuk fel. Vajon... A mai nagyon fiataloknak mit mondasz, hogy felhúzni az órát? Értik, hogy miért mondják ezt a mondást? Hú, ez most nagyon boomernek hangzik, de... Meddig pörgünk még itt, Bence? Ja, én pörgetem? Bocsi. Te pörgeted, igen. És mit mondasz, hogy benyelni a királyfi golyóját a mai fiataloknak? Hát... Ezután a játék után én már nem tudom. Ott a csont! Hol? Hát még arra el. Erre felé. Ott a dia? Itt ennyi? Itt ennyi. Fel kellett húzni az órát. A párkányra ki lehet jönni. Ennyi. De meg jó, megnéztük, szép párkány volt. Melyik boltba évek óta vadászok rá? Hát itt egy kis boltba láttam. CBA talán, nem tudom pontosan. De nem nagy üzlet volt. Ezt itt kihúzzuk. Ah! Na, és beindult. És a fogaskerekek beindulnak, az álomgyár! Viszont na most mit csinál? Ez nem tud elmenni, ez az óra kutató. Adjon már engem békén! És akkor addig kellene átmennünk. Kell nekünk még ez a villáskulcs? Hát, vagy? Ha majd valakinek szüksége lesz rá, igen. Jó. Hát, ha valaki meg akar húzni valamit. Bár nézd, mintha oda beférne, pont. Be lehet azt akasztani. Beakasztjuk. Tudom, meg kell neki akartani. Beakasztjuk, behúzzuk, tessék. Na? Hát csak valaki, neked ott meg kéne oda nézz, ott van egy pont egy ilyen kis villás kulcs, nézé. Miről beszélsz? Nem ide kell a lámpához beakasztani? A lámpának beakasztani? Nem. Fogd meg! Mit? A valamibe kapaszkodj. De nem, itt nem lehet semmibe se belekapaszkodni. Nem-e? Nem. Na jó, hagyjuk itt, meg kitaláljuk ezt később. És hol van a csont? Azt láttam korábban. Ugye, hol? Ott fent. Nem hagyjuk itt. Ott fent nem, van a csont. Ott van fönt. Aha, jó, ott van, látom. Megkongatjuk ezzel, okay, ez is elég nagy hangja lesz, na. Bang. Na bezzeg, ezzel nem működik, ha? Engedd már el, hát nem. Csak hozom, ott a villás kulcsot be lehet akasztani. Ja, hogy kell beakasztani, na. Engedd már el! Gyere, hozzuk ezt a kalimpáló, kongató. Zsömi nyakába valót. Egy súly. Uha, ez probléma lesz. Ez. Igen, ezért mondom, most hogy kéne egy erős pistás szaloncukrot megenni. Nem tudom, Bogi. Tekerjük vissza az időt. És szerinted akkor mi lesz? Most engedjük el. Ezt meg kéne...
Ó, hát ott a súly, hát ide tesszük a súlyt, és akkor nem mozog. Azt hittem időutazók leszünk. Én is azt hittem. Na jó. Úgy én tolom, te meg húz. Na, így jó is lesz. Ah! Ah, gerincem! Kitörte. A lámpával vajon lehet valamit kezdeni? Igen, ez livestream. Eléggé új játék, úgyhogy ha nem ismered, akkor az valószínűleg azért van. De egyébként Game Pass-ba benne van, szóval hogyha van Xbox előfizetésetek, akkor elmetek, tudtok játszani ingyen ezzel a játékkal. Hogy szerezzük meg ezt a csontot? Hát valahogy mindenféleképpen meg kellene. Nem ott oldalt kellene átvinnünk? A golyót, elengedtem a golyót! A golyót azt vigyük vissza, mert biztos, hogy ott fog kelleni. Aha. Hát amúgy nem. Nagyon szépen köszönöm, mint ma a 10 ajándék előfizetést. Nagyon szépen köszönöm, írjátok majd meg, hogy ki kapta. Tesszük. Miért akarunk ezzel kezdeni most adni ezzel a golyóval? A csont. Biztos, hogy a csonthoz kell. Igen. Le kéne kapcsolni ezt a lámpát. Várjál, hogyha elengedjük, akkor ott át tudunk menni, és innen. Itt volt a golyó, ezt itt kéne hajtnunk. Igen. Át tudunk menni, hogyha nincsen nálunk a fény. És akkor innen át tudjuk emelni, nem? Jó. Ide letesszük alá, úgy. Jó. Le kéne kapcsolni a fényt, nem? Aha. Igen. Várjál, most tudjuk magunkra... Ajaj, most viszont bezáródott az előző. Igen, most kell a golyó. Mindegy, csak megoldjuk valahogy. Ez a baj, hogy a golyó miatt nem fog átengedni minket azon a falon. Hát csak nem. Hát igen, ez az, hogy bezárja ezt itt előttünk. Ez itt minek van? Innen itt? Át tudjuk emelni, Bence, nézd. Ott. Ezt nem lehet itt valahogy megcsavarni, és akkor... Nem lehet itt semmi se belekapaszkodni. Csukd be a szád, és akkor nem lesz fényes. Ja, az az én szem. De ez itt, ez mit lehet ezzel a csavarra itt kezdeni? Hát ez nem véletlenül van itt. Nem értem. Csavarok? Ó, nagyon szépen köszönöm Imu neked is. Vagy hát, vagy itt is azt a 10 ajándék előfizetést. Meg látom, mások is írták egy csatba. Köszönjük szépen. Ennek klémeljétek, és akkor igen, lesznek látom, matricák. Máté, Liliana, Viktor. Tök király. Használjátok egészséggel. Ó, Bencének is köszönöm az 5 ajándék előfizetést. Meg vagytok zakkalma, de nagyon szépen köszönöm. Nagyon durván tolják ma az emberek. Igen, így most tudjátok használni a matricákat, meg a támogatói csoportot. Nem lehet valamivel belekapaszkodni, vagy ilyesmit, ez csontot, ezt... Valahogy csak... Hú, ez az első olyan, ami így... Igen, az első nehezebb puzzle. Vagy lehet, hogy csak ót egyszerű és nem itt eszünk be. Ezt tudod, hogy ezt még nem kell megkongolni, mert akkor majd tovább jutunk, csak... viszont... Hogy lehetne azt a csontot ott megszerezni? De várj, lehet, hogy ez a... Kicsit engedjük ezt az golyót el. A súlyt, hogyha igen. Visszarakjuk. Szerintem az ott hátul is mozgatja azt a... Ó, hát igen. Ah, oké. Okay. Á, basszus, ezt nem figyeltük ki, hogy ott hátul azt a valamit ott mozgatja. De nem véletlenül volt ott tényleg, csak... Hirtelen tudtuk, hogy minek. Így már akkor annyira nem is triki. Igen, megállítottak az órát, az lesz a kulcs. Na nézzük. Megfogtad te is, nehogy elengedjél. Most bekaptam ezt a golyót, igen. Nagyon zavart, nem bízol benne mennyire, némek? Na megvan a csont, és itt ötöt össze lehet gyűjteni. Jézusom. Nem olyan vészes. Ez nem annyira jó itt. De... Mindegy. A golyó. Jaj, ne! Visszakerült oda a golyó. Egyszer iszik az ember és rögtön halálba viszed. Na nézd meg. Miközben csak le kellett volna ott este, és már ott lenne a szint végén. Meg tudom magyarázni. Hát mindegy, majd most megállítjuk az időt. És újra ugyanúgy összeszedjük a golyót. Teljesen jó lesz ez így is. Sőt, még egyszerűbb is, meg gyorsabb is. Ez is csak egy shortcut. Itt még nem találtuk meg a manót, ugye ezen a szinten? Nem.
Akkor figyelni kell nagyon. Villáskulcsot hozott, nem? Nem kell a villáskulcs, lesz elég a golyó. Jó, oké. Na. Vajon kell majd egy másik királyfi golyót is vinni a sárkánynak, vagy neki egy? Lehet, hogy lesz egy királynő golyó is. Nem? Lehet. Királynőnek a fényes golyója. Hogyha ajándék előfizetést kapsz, elmetek, kapsz egy értesítést, egy Facebook értesítést, vagy mobilos, hogyha mobilon nézed, vagy számítógépen. Valami kongatja. Ajaj, nem tudod. Ó, szegény. Állítsuk meg akkor megint. Te vagy, Bence. Én. Aki nem tud aludni. Ja, akkor megyek én, megállítom itt a mutatót, vagy nem? De, csinál csak. Biztos jó mutatóval kell itt. Nem tudok belekapaszkodni, várjál. Hanem a mutatóval kell valamit itt csinálni. Szerintem pedig... igen. De nem tudok belekapaszkodni, akkor... megpróbálod? Aha. Várjál, hadd kapaszkodjak meg előtte, jó? Tessék, levettem. Wow! De nagyon de nagyon hosszú lettem, te jó ég. Nem engeded el? Waa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 
nem kongatták a feje fölött, de úgy fejbe vertem ezzel a darab vassal. Álmodjon csak a csongolnyugodtan. De erre már nem ébredt fel, csak a kongásra. Pedig én mindent bevedettem. Fejbe vertem rendesen. Matricákat tudsz használni az előfizetéssel, meg én kiemelten láttam, amit írtok. Tehát, hogy nekem itt a chaten egy ilyen kis más színű buborékba jelenik meg. Illetve van egy támogatói csoportunk. Jelenleg így ezeket tartalmazza. Fel kellene jönni. Ó, megállítottuk az órát. Ja, egy két különböző pózba lehet megállítani az órát? Most érzem. Uh-huh. Attól függ, gondolom, hogy hova rakjuk. Szerintem az kéne. Kicsit ezt így elengedjük. Rá kéne menni, és aztán pedig addig, ameddig fel nem tolódik. De amúgy, hogyha most átmész, vagy át tudsz most világítani, rá... nézd. Bence, át tudsz világítani, amíg itt van. És ez miért jó nekem? Mert az átvilágítással el tudod azt is tüntetni, meg azt is. Jó, de az miért jó, hogyha... Hát meg kell állítani. Valamelyik állapotában. Nem jössz föl? De csak megpróbálom így. Oké. Okay. Na ez. Nem baj. Valami ilyesmit kéne csinálni, majd meg kell ott kapaszkodni fent. Igen, csak most világítanod kell, megy a fekete. Igen. Jó. Jó, bele tudtam ebbe kapaszkodni. Vagyok. És át most tudunk is meg kéne állítani, nem? Hogy először a kulcsért menjünk át. Aha. Meg lesz így a kulcs. Ki tudjuk nyitni az ajtót, de ott bal oldalt nem csináltunk semmit. Nem baj, majd mindjárt megnézzük. Ó! Kell neki egy kúp? Az mi? Hogy mi az ott az a kúp formája? Kúp? Egy kúp? Az estére? Hát... Ne a golyóm! Ne! Hány golyó van most? Várjál! Hogy lett két golyó? Hogy lett két golyó? De miért vittük le most mind a kettőt? És hol a kúp? Ami kell a macinak az elalváshoz. Tudom. Valami tuti? Hol a kúp? Adja a kúpot, az majd jön. Igen, ezt így kéne, ez így kéne beakasztani. De ahhoz nekünk fenn kéne, hogy legyünk. Szóval ezt találjuk, hogy hogyan csináljuk. Először ezt tegyük ide le. Másiknál kellene vegyük beakasztani az ukrát. Itt föl kell menni, és akkor onnan tudjuk ezt így lerakni, nézd. Így itt. Fölmegyünk, ez mindjárt fölvisz minket. Remélhetőleg. Oké. Okay. És hogyan tegyük oda? Megkapaszkodsz, és megnyúlok. Hát nyúlj meg, de... Adáig szerintem nem tudsz. Szóval már nagyon kéri a kúpját, tehát itt mellettem. Nem kellene neki, nem kéne. Nem kéne. Nem
Nem tudunk nagyon gyorsan átmenni itt, Bence? Nem, ennek pont az a lényeg, hogy ezt nem lehet így megoldani egy kis trükközéssel. De lehet, hogy le kell menni azt a labdát. Kicsit elengeded azt a valamit, és megkapaszkodsz abban. Bot. Igen. Fogom. De... Fogtam! De beszarok. Ne vár! Gyere, te kúp! Nem vagyok kúp! Menj el! Hogy Bence, mit csinálsz? Hogy jöttünk itt fel? De kapaszkodj benne, légy szíves! Fogom, mintha az életem múlna rajta. Igen. Tessék. Sikerült befagyasztani úgy, hogy ez jó legyen. Megállítottuk az... Igen. Jó. Az óramutatót. Kicsit bágosan, de működik. Felejtem, vagy semmit. Itt balra. Itt lesz a... Valami a kúp. Hol? Ott a kúp. Jó, de itt lehet még van egy manó. Menjünk vissza. A kúp. De ez a kúp, ez, valam, ez a pálya vége lesz. Ő nem fogja, valami ilyesmi. Nem, ez egy kúp. De... Tessék itt a kúpod. Nagyon kellett neki már. Tetszik neki. Csak nem tudja, hogyan kell rendesen használni. Na, nem baj. Jó ez neki a kúpos mackó kalandjai. Kúpos mackó. Andi, ott a golyó, azt még hozzuk. Aj, de most akkor be fog indulni, nem? Ja, nem megy. Ki a maci? Fú, a golyó. Nem, meg kell kongatni ezt itt. Ennyi? Ott van kúp a fején ennek is. Kék manó? Hol? Nem tudom, valahol. Nekem nem írják, hogy ott lett volna a kék manó. Hát, az sose írja, csak mindig, amikor végeztünk a pályába, hogy amúgy a pálya elején ott hagytátok. Nem, nem tennének ilyet. Maci! Na most mi jaj, ez? Jaj, ott a csont! Ott van fönt a kúp tetején. Oda ez hogy fogunk eljutni? Úristen, mi ez a trippy izé? Ez kell, ez itt. Ez? Ez? Erős pistát ide! Erre ezzel nem tudunk rajta maradni? Nem! Ah, középső! Na jó, nézzük meg először. A középső az ott marad. Aha, tudom melyikkel. Vízben nem, trust me, bro. Igen. Megállunk itt a középsőn. Oda. Andi! Várjál! Most erre itt fel! Oké, okay, és ez felvisz minket a csonthoz. A kúp tetejére. De... Tényleg? Versenyezzünk. Jaj, a Maci beindul a golyóktól. Jaj, Bence, visz! Visszadobott ide, pedig már nem akartam ide jönni többet soha. Oké. Okay. Ott a lepke. Könyv. Mehetünk. Oh! Na, az ott ki? Nem a királynő? Hol? Hol látod a királynőt? És hol a manó? Manót azt elhagytuk már rég. Beakadt oda tényleg, kis golyó. A kis golyó. Próbáld meg lejjebb venni a minőséget, és akkor biztos nem hogyan, fog akadozni. Hogyan hozzuk? Ezt adnál le. Hát, itt nincs semmi. Állítsuk meg az órát. Pörgessük vissza az időt. Vagy a maci. Ah. Nézd, ha visszafele izdé, igen, ott. Igen. Tehát, hogy igazából csak fel kell kicsit borítani itt a dolgokat. Jó, gyorsan, megtekergetjük. Jó. Tessék, jó. Beakadt. Nem. Golyó! Na. Rossz irányba és tekerjük. Merre? Csak tekerjük, csak de tekerjük. Nem. Erre koncentráljunk, hogy csak tekerjük. De ha csak tekerjük, nem lesz jó, Bence. De? Nem, mert az a jobb oldali könyvbe, vagy nem tudom, mivel mindig beleütközik. Az erőszak sok mindent megold. Tessék. Szerintem ezt csak kibagoltattuk. Ne, ugye nem esett le most teljesen. Most leesett teljesen. Látod, mondtam, hát beszarok. Az erőszak nem old meg mindent, Bence. Nem. Én úgy tanultam pedig. Köszönöm szépen, Ákos, közben neked is a csillagokat. Másik hetes szériával. Szerintem ezt nem jól csavarjuk. Csinálj meg fordítom úgy, hogy... Fordítom, másik... Ráj!
Nézd, így, ideig eltoljuk, és akkor itt megállítjuk, így, ebben a pózban. Így. Ha. Oké, most átgurult oda. Megint egy kicsit meg kell dönteni. Hogy? Ne csavar tovább! Nem csavarom. Most előre, most előre! Az isteni teretges golyó! Lehet, valakinek oda kéne menni a golyóhoz. És akkor a miénk lenne. Már kielőször odaér azért. Hát figyelj, úristen, már letörjük a mutatót, te láttad? Nem. Befagyott, oké, itt, így. Ez jó. Igen. Most egy kicsit előre. Most megint állj! Gyere, állj! Oké. Igen. Összehozzuk, precízen. Jó, most sokat kell előre tekerni. Most jó. Oké, igen. És most aztán vissza! De mindig leesik! Fú! Hú, igen. Oké, most megállunk egy picit. Előre toljuk. Hogy? Olyan rossz, mert... Más mennyiséget akarok előre tekerni, mint te. És amilyen mindig csak tekergetjük. Teker és áll. Teker, áll! Teker. Áll! Igen. Oké, így áll. Most menjék most vissza, igen. Előre és vissza is kell. Nem! Oké. Miért tekented tovább? Miért? Vaj a golyóm. Oké. A golyót önne levarázsoljuk valahogy. Hát de miért tekered? Engedd el! Hagyd tekerjen akkor most csak én! Akkor hol álljak meg? 1-2-nél? Hol? Mondjad akkor, hogy hány óránál álljak meg? Jó, először megállunk ennél, ami 5 óra, oké. Okay. Igen. Menjünk tovább. Oh, stop! Nem tudom ilyen gyorsan leolvasni, hát... Jó, akkor először 5 óránál kell megállni. Tudod mit? Én elengedem, csinálj most csak te! Ne! De csinálj, de nézem! Igen, 5 óra. Addig keresek egy kúpot magamnak. Oké, most már csak egy kicsit kellett volna előre tolni. De így nem fog annyira begyorsulni. Igen. Csak egy picit előre tolod. Oké, tökéletes. És aztán meg visszahúzod. Vissza, most már vissza. Tessék, itt is van. Oh. Csodálatos. Ezt nem szabad egyszerre két embernek csinálnia. Na, ezt a dinót is felébresztettük. Jól végeztük a dolgunkat. De tényleg amúgy ez olyan gonosz. Vigyük magunkkal a... valamelyiket csak... A tökömnek kell ez a golyó. A golyót is, meg az órát is. Mindjárt lenyeletünk vele. Hát jó az neki. Bánat golyó. Na nyeljen már be. Szerintem nem lett meg itt a kisvonó. Ne. Ez még nem a menü, ugye? De ez a menü. Igen. De egy csomó mindent ott hagytunk, Bence, hát itt nem csak a kismanó nem lett meg. Na, akkor jól végeztük dolgunk. Itt 5 csontot is össze lehetett volna szedni. Hát ebből csak 4 lett. Hát nem, hát ez... Viszlát! Nem! Hova mész? Nem itt nyílt ki? Nem! Hát megülök. Hülye csontjait talán. Bárcsak kivették volna ebből a játékból a csontokat. Nem, csontok nélkül nincs kutyás játék. Itt a Maci család, öleljük meg őket! Meg akarnak ölni, vigyázz! Hármas gyilkosság! Tripok! Na, akkor itt lemegyünk itt ezen a nyelőcsövön. Oké. Okay. Lassan egyébként ott leszünk a halaknál. Igen, elkezdünk a bosshoz. Szerintem is. Oh. Igen? Mi az, Bence? Itt hányat lehet összegyűjteni? Golyó. Rá gondoltál a golyóra. Aha, ott fel lehet menni az óra mögött. Igen, de hol a csont? De! Hol van a csont? És tessék, már is megvan. Úgy látszik, milyen kis fing hangja volt. Úgy látszik, mindegyik színnek az elején van ez. Csak nem vettük észre múltkor. Most miért?
Mindegy, kezdjük újra, mintha nem történt volna semmi. Nem is történt semmi. Most meg kéne enni egy erős pistás szaloncukrot, hogy üntessük magunkat vele. Ezek mind különböző dolgokra gondolnak. Te a délután? És ezeket hogy fogod nekik megszerezni? Á, nagyon sok munka lesz, nagyon sok munka. Ott a könyves polc mögött nincs esetleg valami elrejtve. Semmi. De majd biztos ők segítenek nekünk itt tovább jutni. Jó, akkor először is jöjjünk el ebbe az irányba. Gondolom össze kell nekik szedni ezeket a cuccokat, amiket kérnek. Nem egy rossz gondolat. Ott a csont. Meg a golyó. Ezeket az ugrákat. Ott a súly. Hosszad. Jó, nyúlok. Nem nyúlok eléggé. Jaj. Nem jó. Megvan, szép munka. Okay. A nyújtás a mai napra megvolt. Oké, okay. Mit csináljunk ezzel a súllyal? Ezt meg kell állítani az órát. Csak úgy, hogy nekünk az jó legyen és legyen gömbünk. Amúgy azt hiszem, hogy ezt simán fel tudna már mostolni oda a csonthoz, Andi. Bármit mit? Hát... Hogyha ezt a súlyt onnan elvesszük, akkor feltolna most minket oda fentre. Aha. Hát de kell a fény. Ja. Hogy fel kelljen, nézd. Ez a fénygolyó, ez kell? Ja. Most engedd el. Na. Ja, de várjál, de most... ez így nem lesz jó, mert a... Engedd már el azt a hülye óra cuccot. De kell a fény! Fényt azt a hozzuk. Fénygolyót akarom! Csak a fényre fókuszálj. Jó. Nem jó! Megőrülök! Hagyd a súlyt! Hagyd a súlyt! Majd, de hát ha nyújtás volt, akkor a súlyokat is hozni kell. Na, elment a vonat. Majd mindjárt feltol minket ez a nagy köcsög. Bence, hol van a játékban? Bence a piros kutya feje. Azt hittétek, hogy egész végig Andi egyedül játszik itt két kutya fejjel, miközben én meg csöndesen nézem. Azért néha hozzászólsz. Na most ez mi? Hova tud menni? Egyszer felébreszti, egyszer felkeltél. Jó lesz ez. Na most, most álmodja meg mindjárt hidat. Ugye? Mennyire rossz lehet ennyiszer lefeküdni, aludni? Nem tudja megálmodni rendesen. Igen, mert ott van az a kis izé, idegesítő. Azt le kéne hozni, nem? Vagy jó ez így, hogy körbe-körbe szaladni? Jó van ez így. Nem, majd le kell venni akkor, amikor a fehérnél van. Hát egyszer tovább szaladhat, és aztán pedig húzzuk le innen ezt a golyót. Ne! Gyere, maradj rajta! Hé, hey, de várjál, ez mégsem jó ötlet. Ha összemegy a kutyakukat. Bence, hova mész? Ne menj el! Hát nem hiszlek el. De nem jó, nem tehetjük. Menjen össze a kutya kukaca, és jó lesz. Hidd el. Igen. Itt most ki? Nem. Miért? Nem jó, oda nem lehet felmenni, csak a golyót kell úgy helyezgetni, hogy jó lesz. Hogy helyezzük, akkor jól neki a golyót. Itt jó, például. Itt tetszik neki a golyó. Most kéne... Meg kéne, be kell fagyasztani az... Ó, most jutott eszembe ezt az órát. Hát most igen. Kell a súly. Mondtam én. A súlyt ezt nem véletlenül akartam ennyire hozni. Folyjuk csak fel oda. Így. Oké, okay, és akkor most kéne a súly, de... Aaaaaah! Igen, jó. Csak néztem, hogy hány órához kell. Na, ott jó lesz, ott jó lesz. Oda leteszed, és akkor elvileg. Jó. Erre iszok. Megállítjuk az órát. Úgy látszik, működik. Ilyen órága, nagyon nem szeretem. Mi bajod van az órákkal? Melyik óra volt a kedvenced? Írd meg kommentbe! Ott van a teás kancsó! Na, vigyük. Akkor... Ez húz be. Vagy húz fel. Nehéz. Igen, és akkor gondolom, itt most lesz egy híd, nem?
Ez mennyire Harry Potteres? Vagy csak nekem jut valamiért az eszembe a Harry Potter erről? Na, ez tényleg az. Na, egy ajtóval bejöbb. Ott van bent. De mi a tököm? Aj, a kancsó, Bence, engedd el! Magától forog már, azért mit minket tovább. Tessék, itt egy kancsó nektek. Na? Nem örülnek neki? Hát nem tudom, az egyik biztos. Nem nagyon lettek boldogabbak, lehet többen nem is kéne nekik hozni. Amúgy tényleg nem igazából tűnnek hálásnak azért cserébe, hogy mit fáradozunk nem, az óra, meg az idő megállításával. Ott le lehet esni. És ott van a kulcs. Oh. És megint be van akasztva az óramutató. Egy sajta. Ilyen fadarabba. Vagy sajta. Azt ki kéne szedni, hát, nem? Ez biztos, hogy a golyót, ezt el kéne helyezni oda a falra fentre. Megpróbálom visszacsavarni ezt az órát, amennyire lehet. De csavarjuk vissza maximálisan, és majd helyezzük be akkor, amikor ott lesz. Na jó, mehetünk. De te feladatod lesz, Andi. Tedd be a golyót. Ebbe jó vagyok. Kicsit rádiesztettem, úgy érzem. Akkor most megint megcsavarjuk egy kicsit. Akkor leesik a kulcs oda a lentre. Oké. Okay. Wow! Hova lett? Jó, bágos volt. Kulcs! Ah! És ilyenkor teljesen ki is dobja a világból? Jaj! Jó! Én azt hittem, hogy ott van egy szoba! Én is azt hittem, hogy majd le kell a esti valami szobában. Oké. Okay. Hogy feldobta előbb? Igen. Hát, nem tudom. Még tök csavarjuk még visszább, Andi! Jó! Nem volt egyértelmű, mit akart ez a... Ja, hogy itt kidobja. Ez nem jó! Köszi a csillagokat, Gabi. Akkor most engedjük el és hozzuk. De, és mi van, hogyha te most úgy csak okay. Így... Jó, és te ott most megnyúlsz. El tudsz odáig menni? Nem. Ez egy rossz ötlet, Andi. Így is... Már majdnem leeresztette. Nem eresztjük le. Valahogy biztos... Nem lehet a pöcköt elhozni? Nem. Itt, azt kéne megint, hogy feldobja, úgy... Tessék. Ott van, tessék! Ezt nem hiszem, hogy így kellett volna. Tényleg így akarta? Így volt, ez volt a terv, hát hogyne. Maci kulcs. Ott be lehet menni, Bence. A csont. Nem érdekel a csont, ezt szedjük össze! A kulcs! Nem engedem! Megnyúlok! Na jó. Na gyere, Bence. Jó, megvan. Kettő van így van. A golyót a lyukba. Oda. Azzal tudtuk azt a feküdtetni. Szia, Maci! Beestél oda és most ott szorongasz, mert a hülye Macihoz le akartál ugrani. Golyó. Gondolja Maci golyójára, menjünk már tovább. Ez szorult el, mi? Olyan medvesajt. Ott van a medvesajt. Bence, beszorultam. Megoldottad. Na mi lesz na. Itt? Perzső szőnyeg Aladdinnal. Grátiszba jár hozzá. Na pörgessük ezt is be. Ez kellett volna kitenni. Nagyon húzza szép. Nagyobb bepörgött. Harry Potter. Jó Harry Potter ez most. Mennyi golyó van ott? Oda kell az aranygolyó, Bence. Milyen aranygolyóról beszélsz te? Hát nem láttad. Itt, ez itt. Ott a kávés csésze. Igen. Mit csinálsz? Hát az előbb eltűnt. Ne, izé, dehogy tűnt el. Ja, csak neki mentünk és ilyen fekete izéből. Ki kell menni onnan a golyót.
és felvinni. Tényleg. Akkor jó. Művelsz? Hogy szedjem ugyanúgy, kebabot? Hogy feltettük. Jaj, tényleg, várjál. Jó, kicsit késő van. Meddig tart a live? Általában 2 órás streameket szoktunk csinálni. Szerintem most itt ezt az álompályát még megcsináljuk, nem ebben a streamben? Hát a bossi még el kéne jutni, nem? Hát mindenféleképpen azt volna megcsinálni. Biztos van itt is egy boss. Az biztos, hogy meg akar minket ölni. Sose lehet tudni. Akkor jó, majdnem legúrult amúgy. De úgy is fogom, ne aggódj. Na hát... biztonságban van. Jaj, jó. Föl kell menni. Megvan. El ne törjön. Az szerintem, igen. Az nem biztos, hogy jó a macinak. De amúgy ezeket nem is lenne kötelező odavinni nekik. Nem. Olyan, mint egy kalap, nézd, így. Mint egy kúp. Ez is egy kúp. Ez is egy kúp. Igazából minden egy kúp, csak bele kell látni. Na, tessék, nagyon dühös lesz, hogy csak annak az esti bogárnak nem lesz meg, amit hoztunk. Tehát, hogy már Sülinek meghoztuk, Macinak meghoztuk, csak a bogarat hagyjuk ki, hát már egyre dühösebb lesz amúgy. És akkor most erre tovább? Igen. Hogy aztán Harry Potter legyen megint. Sziasztok! Milyen játék neve? Pox! Benne is van a címben. Igen. Aha, hoztunk még egy golyót. Gamepassban elérhető, hogyha esetleg. Van gamepasszotok. Tegyük be oda. Golyóval nem lehet beakasztani? Az istenit! Mi az? Ide akartam. Ezt ide kell hozni. Ide akartam betenni. De valamivel biztos, hogy be kell ezt is akasztani. Mondjuk nem tudom, minek tesszük be ide, mert utána majd hát ez itt nem tudja. Visszafelé kéne pörgetni. És akkor beakad magától a golyó? Nem is tudom, minek tesszük be egyébként. Ne kell oda akasztani, hát oda... Ja, hogyha... Azzal beakadni. Valakinek ezt fogni kéne, a másiknak beakasztani a golyót. Nem? A golyóval be lehet akasztani. Hát ott az egy olyan izé, amire fog meg a golyót. Igen. Visszatekerem, és akkor most, hogyha oda mész, azt szerintem oda tudod akasztani, nézd. Igen. Aztán ez így leveri. Ja, ó. Ezért kéne ezt visszafelé csavarni. És a gondolom a híthoz kéne. Vagy, na jó, először menjünk át a híton a golyóval, aztán meglátjuk még, hogy mi lesz itt később. Jó. Le tudunk ragadni részleteknél, miközben lehet, hogy... Itt nem tudjuk átvinni a golyót. Á, ja, azért lol. Kell, hogy átvigyük. Ja, hát tényleg? Ó. Mégsem volt annyira a hűség. Akkor nem a részleteknél ragadunk le, csak... Nem értettük ezt, hogy mit kell csinálni. Akkor a golyót akaszd be. Oké. Okay. Hogy ez így be is akad magától. Hány golyót vigyünk át, mert amúgy 2 is hoztunk. Oh! 2 is hoztunk ide. Nem elég kell, hogy legyen egy. Na most mi legyen? Még? Vagy vissza fogja vinni? Nem, nem ledobta. Hát ez a kedves. Nagyon cuki a játék. Egy igen. Azt a számít van, hogy meg akar minden ölni minket. Igen, Peti. Nem akar minket semmi sem megölni, Lucián. Ja, tényleg. Be kéne fogni a időt. Akasszuk megint be. Várjál, azt akarom. Semmit nem látok. Igen. Oké. Okay. Akkor les. Nem, miért nem estek le? Na végre. Oké. Okay. Csak ezeket kellene valahogy átterelnünk itt? Ez a malmon? Szerintem most ezek folyamatosan pörgetik az időt visszafelé, és emiatt át tudunk menni a malmon. Csak oh. A hülyék beakadtak a golyóba. Vegyük ki akkor a golyót. Akkor vegyük ki a golyót. De hogyha folyamatosan megy körbe-körbe. Na jó az. Ezt a golyót nem bírom hát kiszedni. Hát nem, mert akkor pörögni fog. Na végre. Tehát akkor nem áll meg. Nem is baj az. Jó. Ha nem lesz olyan a baj. Max bedarál és meghalunk. Majd vissza lehet jönni. Nem hoztam a golyót. Nem hoztam a golyót. De van az elsőre. Vissza lehet itt menni, Bence. Ott van az izé. Mi? Láttad? Nem. Az a gyümölcs tároló cucc, ami kell a harmadik bogárnak.
Ott volt fönt. Ennek a hátulján. És itt mi van itt ennél a pána mögött? Azt látom, hogy azt hogy tudjuk megszerezni. Gyümölcstároló. Igen, az az izé, ez. Oh. Látod, ami kell a bogárnak. Tényleg. Ja, hát itt meg lehet kapaszkodni ebben. Csak ezt is fogni kell. Nem elég összeszedni. Hozzuk akkor a golyót is, meg a gyümölcstároló cuccot is. Jó. Gyümölcstároló cucc. Hát ilyen izé. Tudod ezt a gyümölcstárolót? Nem is kell eldobni igazából. Viszünk mi mindent. A Macinak is mink van. Szia Maci! Elbugáztuk tőled a csontot. Gyümölcstárolót, de hagyd már ott neki. Azért nem tudom. Neki nincs rá szüksége. Szia Anna, meg szia mindenkit. Süteményes tál, nem gyümölcsös. De nekünk ilyen volt a gyümölcsös is. Mi ez? Gyümölcsöt tároltunk, úgyhogy. Nekünk gyümölcstárolós. Sütita. De nem, ez egy gyümölcsöket. Teljes mindegy. Gyerekkor tesztek most tönkre, hogyha azt mondjátok, hogy azon sütit szokás. Nekünk mindig alma volt rajta, meg banán, meg ilyenek. Az egészséges sütemény, az egészséges édesség. Na jó van akkor. Na meddig pörgünk még? Várjál, hozzad a tálat. Azt mondja, Itt kell hagynunk sajnos a golyót, Bence. Nem. De, itt hagyjuk. Tessék. Meghoztuk még ennek a hülye esti bogának, és itt van a gyümölcs kosarad. Tegyél rá gyümölcsöket, ha sütit látok rajta, akkor elkibe... Szendvics! Szendvics tároló? Mi ez? Egészen most kimondta a süteményeket? Most egészen... Uhuhu, az party van! Wow! Egyesével kerülnek a kezébe. Na, egyikünknek se lett igazán. Szendvics tároló. A hír egy szendvics tároló. Nem este egészséges így este étkezni amúgy. Meg kávézgatni. Nem zavarja. És ez itt ennyi volt? Ez menjünk szint? Be a titkok kamrájába. Itt lesz a rohadt nagy kígyó. Ne, megint az óra, nem bírom. Aj. Golyót kell föntről lehozni. Már megint? Mindig a golyókat kell hozni. Először megcsavarjuk ezt. Ez itt mit tud? Azt tudom, melyik irányba kell csavarni. Nem jó ez. Ebbe az irányba. Ebbe. Aha. Beindult a gépezet. Úristen, mennyi minden mozog itt. Nem bírom. Jó, ezt megcsavartuk eléggé szerintem most. Igen. Jesus. A golyót, aha, azt hogy fogjuk onnan lehozni? Szinkronba kéne hozni őket. Akkor viszont... Én fogom, aha, ezt. Az ott jó. De te miért engedted el? Úristen. Ez pörög tovább. Hogy hozzuk őket szinkronba? Neked kéne az egyik, egyik mutatót fogni. Nekem az egyiket, a másikat meg... Jó, akkor megnyúlok. Most nagyon messze van. A baj, nem tudom. Kapaszkodsz? Nem biztos, hogy kell ez külön fogdost, de nem, vagy ilyen? Szerintem kell, hát különben nem lennének ennyire közel. Na, most jó, most jó. Most jó. Most de nem áll meg, nem. Bence. De, most jó, most jó, most jó. Most jó, de az a másik óra is megy. Oké, okay, engedd el, engedd el! Igen? Okay. Á, most már nem lesz jó. Az egyiket 6 órára kell állítani, a másikat délre. De mi azt hiszem, hogy nézd. Itt föl tudunk menni, igen. Gyere! Jaj, jaj! Csak le kell onnan hozni a golyót. Na, ezt kellett volna még egy kicsit jobban beállítani. Vagy nem? Mégsem. Lehet, hogy csak le kell hozni onnan a golyót, az kész. Jó. Fejed valahogy ott maradt. Júj! Tökéletes. Ne! Ennyi le... Na most ha...
Most, ha nem haltunk meg, akkor soha. De innen kezdjük. Jó fej a játék amúgy. Igen, annyira azért nem idegörlő. Menjünk már le, hogy még egyszer meg akarunk halni. Dead, kész, halál, vége, meghaltak a kukacok, megölték őket. Mi ez? Ne, oké. Okay. Na, Andi, jobbra kell kimennünk. Tudom most már. Csak azt hittem, hogy ide majd később kell jönni erre a platformra. És akkor itt így... Lehet kurulni a golyóval. Na, ez a bénán kongattuk. Látod, meg. Milyen skriptelt volt? Skriptelt vagy te? Mindig azt hiszem, hogy Bence a kék. Igen, én is mindig azt hiszem. De rá kell jönnöm, hogy nem. Na, ez már le se fér. De lenyeli. Bármekkora golyó lefér a torkán. Köszönöm szépen Hannak közben neked a támogatást. Nagyon szépen köhönöm. És kinyílt az ajtó. A boss szint. Ez a boss szint. Mhm. Uh-huh. Tuti? Hát golyóra gondolsz. Ott a bogár. A bogár a boss. Ez a pók. Ja nem. Ez a boss. Ez még csak felvisz minket. Úgy már rémálom dolgok vannak, látod? Ó, izé, evezni kell. Jaj, ne. Át kell leveznünk. Jó. Oké. Menni fog Bence. De akkor legalább zenéljen nekünk. Nem. Ez így... Végnézzük. Igazából ingyen áthajóztatjuk, miközben ő muzsikál. Sziasztok! Hozhatnál Bence a pincébe és kókuszgolyót? Jaj, szegénykék, tényleg. Most már csak 2 darab golyóm van. Ki kéri azt a 2-t? Bence eszik, vagy mi van a hangjával ilyenkor? Egy golyót betoltam, igen. Bocsánat. Még nem voltunk a play-en. Hosszú vannak, sírnak, vagy izzadnak? Lehet, hogy nagyon meleg van. Leljük meg őket. Folytsuk meg őket. Látod? Kaptunk érte achievementet. Jaj, meg kell ölelgetni Bence az összeset. Szegények nagyon kivannak. Csak akkor tudnak el aludni, hogy megöleljük. Aha. A többiek már nem kapunk achievementet, Andi, akkor ne öleljük már meg őket. De lehet, hogy csinál valamit. Lehet begyorsul itt ez a fölfele vezető út, nem? Milyen jó, fellő minket a mennyországba. Nem tudom, gyorsabban fel tudom, kicsit pixeles. Rémálom! Wow. Rémálom! Tessék, erről beszéltem, ott van a rémálom szörny! Wow, amúgy ez jól néz ki! Na, ez egy boss, mondtam én, végre egy boss. Meg akar ölni, befagyott. Oh. Ez a királynő golyója, és erről álmodik. Majd biztos jön a sárkány is. Szerintem ő meg akar minket ölni. Dehogy akar. Ez nem olyan játék, ami nem meg akar minket. De menő. Nem ismerem, Tibi. Ez epic, aha. Ezt is meghúzzuk. Itt föl kéne először, nem? Mindent meghúzunk, beakasztunk. Ja, az jön velünk a másik is. És akkor gondolom egy golyót kellene oda vinni, hogy át tudjunk menni a... Bekapcsoljuk ezt itt. Aha. Megkapaszt... Jaj, a golyó! Megkapaszkodtam. Igen, megöl. Az húz le. Hogyha húzd át erre az oldalra. Gyere föl, mert be fog szakadni! Igen. És akkor itt is ezt meg tudjuk csavarni. Hűha. És te is úgy nyelted le a kókuszgolyót, Bence, mint a... Na igen, a dino. Dino a... Egészben, azért okay. Fulladtam meg most majdnem. Hát úgy látszik a dinónak jobban megy. Hát... Na ne! Jó, várjál, lehet, hogy még se baj ez. Oké, okay, nem baj. Ha baj lenne, akkor lenne shortcut visszafele. Oh. Wow! Ez fájt neki, a rémálom szörnynek. Most még jobban meg akar minket ölni. Mondom én. Összehányt. De ez valami csata? Valószínűleg csak... ez annyi már fényt az. Kell hozni ebbe a városba, hogy meghalljon, igen. Megküzdünk ez vele. Ez már maga a harc.
Csak logikai harc. Jaj, ne egy puzzle. Vagy mi egy labirintus. Labirintus. De még mindig milliószor szórakoztatóbb, mint a Minecraftban, amikor labirintust építenek egy kalandpályára. Már csak megnéztük volna, hogy hogy vannak a útjai. Hát, ha van valahol egy csont. Egy maci. Ja, maci. Ez egy másik. Aranypárna. Lehet, hogy tényleg csont. Ott egy csont? Hol? Nem? Vagy ez nem az? Párna volt. Te vagy már a párna? Nem jó itt a hányásban mászkálni. De szerencsére ki tudjuk védeni a fénygolyóval. De mi, hogyha ezt most elengedjük? Nem lehet felmenni a hányás tetejére? Szerintem nem. Aha, ide kellett tételeni kis. Bence, hova viszed? Lehet, hogy lesz csont. Boss szinten? Ó, nem, itt van egy lámpa, nézd. Ez boss szomúgy. Illetve, hogyha ezt nem kapcsoljuk fel. Nem tudunk átmenni ott a falon. Át tudunk, csak el kell engedni a golyót. Ja, ezen a falon nem tudunk át, jó? Okay. Most a másikat nem kellett volna? De. Ne, az majd ráér. Nem? Várjál. Kapcsoljuk ezt itt. És akkor most kell vissza. Te már mindjárt... 1000% veszélyes. Már mindjárt itt van a főbossz. Annyit beszéltek a kokutóira, akkor már nekünk is hozhatnátok le. Legények? Hát... Amúgy igen. Te már... Ne, Bencnak tested! Az én testem? A testeddel visszavitted a kockát. Ez is kell. Nem értem el. Enged el. Várja, vissza. Vissza. Enged már el. Jó, elengedtem. Nagyon béna volt. Meghaltunk. Igen. A szegények szeretnék egy kókuszgolyót, már a kiérdemelt kókuszgolyóikat eszegetném. Ezt mi kaptunk tőlük, pont ez ugye Vivi-től jött. Na most megvan, most végre át tudjuk menni. Megfogni ezt a golyót itt. Hát de arra gondoltak, hogy a pincébe vigyük le nekik, tudod. Hát igen. Nem jó. Itt most lesz így vissza. Nem bírom megkapaszkodni, mert mindig a... Ne! Ne gyere utánam! A testünkkel is meg tudjuk, Bence, nem kell belekapaszkodni. Akkor testtel megoldjuk, ez az. Ez az. Igen. Csak most el kell Na. Mit csinálunk? Eddig pörög... Ott nem tudunk átmenni, nézni. De, ne próbáld meg, Andi! Ne. Ó, de megpróbáltad és ágyítottunk, úristen! Mit csinálsz? Elég. Erre hozom a gombot, gömböt, a golyót. Na, olcs fel a lámpát! Az én testem nem elég súlyos ahhoz önmagában. Azaz! És visszamegy... Várja, az a királynő fejéből jön ki. Igen. A királynő lehet, hogy gonosz? Csak rosszat álmodik. Mindenkinek vannak rossz álmai. Attól még lehet gonosz. Ah, megint az órák. Mit kell csinálni? Ezt a hányás le... az órát kell eljutatni. Ó, tényleg. Ott van egy súly. De egy lámpa van rajta. Várj. Ott, arra rá tud menni. Jaj, tényleg, aha. Jaj, csak el ne vigye a sötét. El ne vigye a... Jó, felébresztettük. Oké, engedheted. Ez ebbe indult ez az óra, vagy mi történt? Felébresztettük a csávot, nem tudom. Mit csinál ez? Ja. De ez ugyanúgy, várjál. Át kellene, hogy menjen a manó. Vagy nem, ott nézd, ott át tudna menni. Menjünk át mi, tudom mit? Szerintem az ajtóról álmodott a csávó, és most, hogy nem tud tovább álmodni rajta, így be tudom menni és felkapcsolni azt a lámpát ott. Szerintem csak ennyi volt itt a feladat. Ja, lehet. Hát, az a baj, nem néztem, hogy... Azaz. Ez nagyon fáj neki. Jaj, de jó. Bence rosszat álmodik, Andi gonosz!
királynő maga a megtestesült démon. Miért? Hát... Ezt írják? Látszik rajta, gonosz. Nem. Meg akar ölni minket a rémálma. Na ott a golyunk. Nem jó. Aj. Hogy legyen most? Igen. Gyere gyorsan! Nem. Ajaj. Ah, tudod, hogy engedjük el. Igen. Úgy is jön majd ez ide, nem? Hát mondjuk nem. Igen, visszajön. De visszajön. De visszajön. Jó lassan. Csak nagyon lassan. Szia, Robi. Ajaj. Jó, kijött a fejem, ne aggódj. Azt figyeld, milyen tricky. Ki kell kerülni ezeket a izéket. Undorító fekete valamiket. Mi ez a felhő itt? Wow, micsoda optikai illusion. Egyszerűen jó, jó. Nem kell, hogy férjünk itt. Igen. Meg kell csavargatni, bármi is legyen az. Oké. Okay. Elég szerintem ennyire, nem? Én azért bevetettem mindent. És ezek most már így megfordultak, és most már el tudjuk hozni a golyót. Ja. Yeah. Én mindent megölelek, és minden gonosz, igen. Ez így van. Tök logikus. Már most? Jó. Hogy horkol? Ez itt jó volt, ez itt most amit csináltunk? Szerintem igen, tovább jutottunk. Hú, ez ezzel is visszaszorítjuk a szörnyet. Hamarosan meghal! A gonosz királynő, a gonosz terve a fejében. De már köpköd. Egyszer. Hány lyukon akarunk még keresztül menni? Nagyon sok. Füstölni kéne. Oh. Megkongatjuk. Fel fog kelni? Bang. Visszaszorítottuk bűnös sötét kis elméjébe. Minden gonosz, gyilkos gondolatát. Na, szépen végeztük a dolgokat. És így most akkor a királynő és a király találkozni fog? Mindenkit felébresztettünk. És így találkozott a királyfi golyója a királynő golyójában. What a story! Na, felébresztettünk mindenkit ezen ebben a fejezetben is. Ó, ez a nap, nem? Igen. De mi van a királyfival? Milyen reggel lett? Megkaptuk a koronáját. Ami egy kutyaágy. Királyfi az ott fekszik bent a sárkány ölében. Az a hold lesz, gondolom vigyázz rá, nem? Mi meg ilyen nagyon trippy módon elrepülünk a kutyaágyjal együtt. GG, köszi szépen. Ezt mind benyeltem. Na hát, köszönjük tényleg a GG-ket. Hát megvan akkor ez a fejezet is, menjünk vissza még a Shopik. Lobbyban. Igen, Shopik. Jó, nézzük meg a Shopikat. Itt vannak a Shopik. De olyan rossz, hogy most egy csomó mindent elhagytunk. Jaj, de rossz. Nekem rossz, igen. Hát nem is nagyon kaptunk Shopikat, nézd. Alig van Shopka. Nézd, wow, az jól néz ki. Hol? Itt ez, a gonosz. A rút, a csúf. Én, nekem nincs semmi. Gyere, négy csontba kerül. Hát Versit. Hogy vegyem meg, ha nekem itt nincs semmi, Andi? Nincs el, neked nem tudsz belekapaszkodni. Nem. Nekem hát ez hihetetlen. Itt a gonosz álom sapka. Ó, bakker, hát nagyon bágos. Pedig az tök jól néz ki. Na jó, majd következő streamre visszajövünk, lehet, hogy csak rá kell frissíteni. Ezeket se látod? Nem, nekem itt minden üres, én semmit nem kaptam van ezért. Van egy teáskanna, van itt egy Wecker sapi. Nekem van ez mind üres. Lovag sapka, az neked tök jó lenne. Na jó, a következő streamen visszajövünk, és akkor majd szerintem frissülni fog, és akkor én is majd látom őket. Jó. Akkor viszont menjünk vissza a main lobbyba. Main menu? Egyik játékban bezárkóznak a WC-ben rudokkal, most golyókkal simogatják, lyukokba mennek. Hát mindennek megvan a saját, majd mindenkinek saját fantáziájára bízom. Hát né, meg? Mennyi sok szép emlék fűzi, de az őr lámpák.
a lantozó esti bogár, a pók királynő, aki párzás előtt meg akart minket enni, a srekkek, akiket nem hagyunk aludni, a macik, akiket meg akartok ölelni. És egy idő után jó is volt, hogy megöleltük őket. Igen, de csak egy idő után. Addig meg az összesnek a terhére voltunk. Na, és akkor itt vagyunk a main lobbyban. Vajon lesz még azután valami, hogy itt begyűjtöttük mind a három erekét? Ez tök érdekes amúgy. Biztos valami ki fog nyílni, valami nagyon csodálatos dolog. Még tudja, hogy lesz még itt is valami szint. Egy vagy két stream még kéne belőle, és akkor tudja, hogy be tudjuk fejezni a teljes játékot. Na hát ott van a festmény. Kis kukac. Kis kukac kutyám. Kutya. Kutyatápos. Meg itt van a díjunk. Tényleg? A kajás izé díjunk, amit megszereztünk. Itt nem volt semmi olyan, amit... Nem hát... volt verseny. Pedig az milyen jó volt, igen, az a hamburger evő verseny. Nagyon jó volt, mindegy fejezet nagyon hangotos. Hát a következőre meg nagyon kíváncsi leszek a játékos fejezetre. Oda is várunk egyébként mindenkit, aztán majd találkozunk a következő streamben, emberek. Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hello, hello. Sziasztok!